Az önkormányzati fejlesztések várhatóan augusztus 20-ára fejeződnek be város szerte Mária Pócson. Az idén esedékes 3 évente megrendezett pócsiak találkozóján már bemutatják a megvalósult beruházásokat. A felújított belváros lesz a helyszíne számos városi és egyházi programnak is. A napokban fejeződik be a városközpontnak a felújítása, a piac, új hivatal és minden ehhez kapcsolódó utak, parkoknak a létrehozása, és készülünk a nyárra, hiszen nagy rendezvények lesznek. Többek között az egyházi rendezvényen, ami a legfontosabb, nekünk nagyon fontos lesz a pócsiak találkozója. 3 évente hívjuk haza a pócsra elszámazottakat, és akkor beszélhetünk mutatni az új városfejlesztést, ami megvalósul. Az önkormányzati beruházások mellett több egyházi fejlesztés is folyamatban van. A kegytemplom mögötti üres téren a Nemzetiségek háza épül, a régi zarándokház mellett a Családvár zarándokház készül el várhatóan októberre, ami alatt egy kiállítótér is fogadja majd a városba látogató családokat. Az Emmanuel Zarándok Központ mögött látható a Noé bárkája fantázia nevet viselő csodálatos játszótér, amelyet most a gyermekbúcsú alkalmával adtunk át a híveknek. Ezt az Ilona Malon műhely kapolcsi cég készítette el, akiknek jellemvonásuk, hogy nem csupán játszótereket, hanem egyfajta művészeti alkotásokat adnak a nagy érdeműnek. A Pápa téren, ahol annó II. János Pál pápa misézett, és a Jézus szobor látható, a szomszédságában fogják felépíteni a Pócsi Csodák tornyát, amely egy 21 méter magas fatorony lesz, és terveink szerint nagyon-nagyon bízok benne, hogy úgy kerül kialakításra, hogy a Mária Pócshoz köthető csodatörténések lesznek kis táblán elhelyezve, egészen a csúcsik, ahol a 3 könnyezés története olvasható. Továbbá lesz a Boldogságok útja, a Zarándok út, ami körülbelül 12-13 kilométer hosszú Mária Pócsot körül ölelő saját kis zarándok útunk lesz. A Boldogság egyes stációjánál pihenőpontokat alakítunk ki. Az Emmanuel Zarándok Központ eszközbeszerzésének köszönhetően 30 kerékpárt is kapott a város, amelyekkel szintén bejárható a Zarándok út.